A Szinbád rendezvény helyszín pódium színpadán tartották a színház évadzáró társulati ülését. Kirják Róbert igazgató kiemelte, sok kihívással küzdöttek meg a pandémiás időszakban, de bizalommal néznek a jövő évadra, amelyben 4 új bemutatóval is készülnek. Következő évad első bemutatója a Legénybúcsú lesz Nagy Sándor rendezésében, amit a Vidor Fesztiválon már láthattak is a játékszín előadásában. Ezt követően bepótoljuk a Kurázsi Mama és gyermekeit Keresztes Attila rendezésében. Decemberben Horváth Illés fogja megrendezni az Idétlen időkiget, aminek a filmes változatát szerintem rengetegen ismerik, illetve a negyedik bemutatónk az augusztus Oklahomában lesz, aminek szintén van filmes változata, ezt Szikszai Rémusz fogja rendezni. A Rózsakert szabadtéri színpad egész nyáron várja a közönséget, és a 20 éves Vidor Fesztivál menetrendje is elkészült. Nyíregyháza város önkormányzata fontosnak tartja a kulturális értékteremtést. Talán ezért nyertük el az Artist Business díjat az év elején, amely 15 várost vizsgált az országba, abból a szempontból, hogy a kultúrát, a kulturális turizmust mennyire tartja fontosnak, mit tesz érte, milyen fejlesztéseket valósítnak, és azok mennyire sikeresek is. És ez egy összetett szempontrendszer volt, amiből Nyíregyháza lett az első. A Rózsakert szabadtéri színpad egész nyáron programokkal várja a közönséget, a 2021-22-es évad augusztus 21-én szintén itt veszi kezdetét a Legénybúcsú című előadással. Az izgalmas nyarat a jubiláló 20. Vidor Fesztivál koronázza meg, szeptembertől pedig már zárt térben egymás után következnek majd a premierek.